visszafordítóba állunk itt, és velünk szemben ott a Gatába vezető útnak a szalagja, kanyarok fölfelé a hegyre. Ugye itt ez a, ugyan megszakítja az Omishi hegyeket ez az áttörés, de hát igazából ez keletkezését tekintve ugyanaz a típusú mészkő, ilyen dolomitos mészkő. Tehát ez tulajdonképpen ez a hegylánc, ez végighúzódik itt észak-déli irányban egész messze, és hát ugye, hogyha valahol be akarnak jutni a belső részbe, illetve onnan ki akarnak jutni a tengerhez, akkor ilyen szerpentineket kellett építeni. Illetve a gyalogösvény is hasonló vonalvezetés. Ha még nem unják, megint a Cetina szurdok, még feljebbről, közben ott egy hajóvonták találkozása éppen. Itt egyébként rengeteg ilyen vízi, vadvízi sportra van lehetőség. De az alsó szakaszon inkább ilyen tutajozgatás, meg csónakázás. De ugye a Cetina az Dalmácia legnagyobb folyója, és horvát viszonylatban is ugye a nagy északi folyó kivételével talán a legnagyobb. És van fönti, igen vad szakasza is, ahol raftingozni is lehet. Az út pedig, az út az itt megy, ott vet egy kanyart, ott van fölöttünk, és valószínűleg valahogy fölkeveredik oda, és ott is van egy ilyen épített fal, hogyha jól látom. Közben itt a hetes tábla, igencsak napszitta, úgyhogy azt már közelről nem filmezem le. Itt van egy kilátópont, egy enyhén romos pihenővel. De hát az előbb már mutattam, ami érdekesebb. Most értünk fel arra a részre, ahol ilyen épített oldala van az útnak. És ott az egy ilyen negatívba visszahajló sziklafa. Valahogy az alatt fogunk itt elvergődni, föl ennek a tetejére. Úgyhogy az igazi kalandrész az most kezdődik, és hát nem semminek látszik így innen. Innen a kilátóból pedig, most direkt nem mutatom a Cetinát, mert már unni fogják, de az utunk idefele, az viszont végig látszik, tehát így úgy jött. Ugye ott van egy tábla, ott látszik, akkor így, itt aztán ilyen nagyon így, ott is van egy ilyen rengeteg kanyar, és ide értünk. Persze azért ez nem volt ilyen gyors, mikor le kellett talpalni. Hajóvonták rajzása van, és hamarosan itt eltakarja ez a függönyszikla. És hát ilyen úton megyünk. Most kicsit bevillant a Cetina szurdok, de gyorsan el, hogy ne unják meg. Tovább a hihetetlen úton fölfelé. Gyönyörű sziklakerti növények közben. És hát itt látszik, hogy micsoda meló lehetett ezt az utat megcsinálni. Ez ugyanis az útnak az oldalfalait végig, az az épített köves rész. Néhol ilyen 3-4 méter magasan is kellett építeni. Ez mind száraz építéssel történt, és hát nem tegnap, szóval elég rendesen meg van csinálva. És ez még így megy egészen az égig. Igazából bármilyen furcsa, most egy nyamvat ilyen 400 méteres dombot mászunk már majdnem egy órája. De hogyha valaki itt volna a helyszínen, akkor azért nem nagyon lesajnálóan nyilatkozna erről a kicsi dombról, mint például itt az a szembeni, vagy akár ez is. Kimerészkedtem ide a visszafordító szélére, és hát ott látszik, ahogy jöttünk így fölfelé, és még mindig van
kicsi. Itt már ilyen korlát kezdeményeket is raktak. Nagyon ráérő útépítők. Újabb sziklakerti különlegesség. Ilyen kékes tüskéjű valami gyom. De nagyon szép. És hát lassan fölértünk a csúcsra. Ugye már régóta jövünk, de igazából a várostól szinte semmit nem távolodtunk. Csak most jobban kinyílt a kilátás, ugye. Ott van szemben, nagyon-nagyon kicsit talán látszik a kamerába, így szabad szemmel jól látszik a fővár, tegnapról a Kalózvár. Ugye ilyen magasságból már az is belátszik. És hát az Adria is. Szemben ott az Brács szigete. És a Cetina áttörés. 8-as táblánál vagyunk. Itt már igen lepukkant a pihenő. És ugye ez azt jelenti, hogy itt. És hamarosan akkor visszatérünk az eredeti ösvényre. Itt az út történetéről írnak. Szóval nagyjából arról szól, hogy az utat körülbelül az 1700-as években vágták ide a sziklába, és arra szolgált, hogy a belső részen levő településről, erről a Gatáról, ami mondom, valahol itt fekszik, ezen a részen, az itteni birtokaikra át tudjanak jönni gyalog, vagy akár szamárral is. Egy ilyen nagyon furcsa, óriás szitakötő van ott a fán. Ami ilyen borzasztó lassan tud csak elindulni. És így nagyon-nagyon nem látszik, de remélem most mégis. Fénykép is lesz róla. Csak azt várom, hogy induljon el. Majd utána mindjárt megijesztem picit, hogyha meg lesz a fénykép. Igen? Ijesztem. Ott van. És nem akar ijedni. Leesik itt a kőről. Szóval itt van a szitakötő. Most bár egy kicsit ingerszegényebb itt ez a táj, ez a lefele vezető út. De mivel ilyet még nem mutattam, ezért most fogok. Tehát ez az ilyen mediterrán bokorerdő, vagy más néven machia, bár ez nem olyan szép, mint mondjuk mifelénk egy ilyen monumentális bükkerdő, de azért megvan a maga varázsa ennek is. Mindenhol valami zörög, valami éppen menekül előlünk, és a bokros rész pedig ilyen teljesen áthatóhatatlan tüskés mindenfélevel van teli. A tanösvény következő táblája valószínűleg a tegnapi viharnak esett áldozatul, mert így a törések nagyon frissek rajta. Hát igen, tegnap azért az nem mindennapi vihar volt. Tessék csak nyugodtan megnézni a videót a Kalózvárról. És itt látszik, hogy ezt az utat nem csak az emberek használják, hanem az élővilág is. Ugyanis ez a Hangyaországút, ez ameddig a szem ellát, addig folytatódik, de hát tényleg itt olyan 100 méteren keresztül másznak a hangyák itt velünk együtt. Hogyha az előbb panaszkodtam, hogy ingerszegény a környék, akkor tessék, itt rögtön meghazudtol az út vonalvezetése. Igazából nem is nagyon látom, hogy fog ez működni, ha itt egy kanyart vet. De most, ahogy így ereszkedünk vissza, azért ez az oldal se akármilyen. Itt ilyen éles kanyarokkal fog történni az ereszkedés. És itt mindjárt meglátjuk, hogy pontosan milyen vonalon, hát szóval így. Ugye nem semmi.
a Stairway to Heaven lefelé következő pihenővel, ami egy ilyen esőbeállóval lett kombinálva, egy kis barlangszerűségben, valami hihetetlen ilyen kúszó növényzet van a barlang falán, és arra fel van egy kis üreg is. Ez viszonylag jó állapotban van, úgyhogy itt tényleg lehet, át lehet vészelni egy zivatart is. Itt is lesznek azért gondok az invazív növényekkel. Ez ugyanis, meg itt az oldalban végig, ahogy nézem, ez mind bálványfa. Az út pedig továbbra is ilyen festő, ilyen ereszkedik, kis facsoportokkal és hihetetlen visszafordítókkal. Sőt, meg ilyen kőfotel is van, ahol lehet döbleni. Kedves gyermekemnek. Visszatértünk a normál turista ösvényre, és most valami romos épület mellett haladunk éppen el. Ez is ugyanígy száraz építéssel volt fölhúzva valaha hajdanán. Most nem tudom, mi az a sok zsák itt a építmény mellett. Lehet, hogy valaki renoválni akarja. Minden esetre kicsit ez így elcsúnyítja a turista ösvényt. És hamarosan, ahogy látom, egy útjelzőtáblához érkezünk. Ami remélhetőleg továbbra is megerősít abban, hogy jó úton járunk. Igen. Hát mondjuk, ugyanezt lehetett olvasni egy 15 perccel ezelőtt is ott fölfelé. Lehet, hogy mondjuk véletlenül több ilyen táblát gyártottak, és ki kellett rakni mindet. Következő útjelző és turista tábla. Itt egy kis történelmi áttekintéssel erről a Polica nevű köztársaságról, ami itt ezen a környéken volt megalapítva. Hát így nagyjából itt van az Omishi vár, és akkor itt mögötte, ezen a részen van ez a Polica nevű köztársaság. Tehát itt a nagyobb turista térképen mondjuk itt van Omis a várral, a Kalózvárral, és akkor ez a rész tartozott a köztársasághoz. Ez valamilyen önrendelkező, ilyen paraszti közösség volt, választott vezetőkkel, és hát valami népi demokráciának, vagy mi a fenének titulálták. 1440-es években egy írott alkotmánnyal is rendelkeztek, közben itt van valami, lehet, hogy egy akkori farmház összedőlve. Tehát írott alkotmányuk is volt, aminek egy példánya valahol a Horvát Tudományos Akadémia levéltárában van. És mint önrendelkezők igencsak szúrták a szemét a velenceieknek, de azok ugye valószínűleg a Kalózvár miatt nem nagyon tudták őket megközelíteni, valamint később a terjeszkedő török birodalomnak is, akik csaták után végül is nagyjából legyőzték őket, majd itt egy tábort alapítottak, 10 000-es sereggel, és ebből az időből származik egy sztori, egy itteni mártírnővel.